Tehát ezek a kérdések, amik egyébként nem a törvényalkotás tárgyát képezik, de ha kell, beszéljünk az oktatási törvény kapcsán, beszéljünk most is erről, teljesen világos, teljesen egyértelmű. És akkor arra az alkotmánybírósági határozatra szeretnék utalni, ami azt mondja, hogy az állam semlegessége nem értéksemlegességet jelent, nem az ateizmus támogatását jelenti az állam semlegessége. Szintén alkotmánybírósági határozat. Képviselő, én nagyon szívesen, miután kigyűjtöttem az összes ide vonatkozó alkotmánybírósági határozatot, rendelkezésére bocsátom tanulmányozás céljából, mert amit mi a törvénybe tettünk, az nem más, mint a 4/1993-as alkotmánybírósági határozat, beszédemben elmondtam az 1997-es alkotmánybírósági határozat, szépen sorba megyek, és elmondom az egyházi kérdésekben, vagy a vallásügyi kérdésekben milyen alkotmánybírósági határozatok születtek, és ezt építettük be a törvénybe. Szeretnék egy dologra válaszolni, nevezetesen valamit vagy nem akartak megérteni, vagy szándékosan félreértettek, vagy azt mondják, hogy ha már itt vagyunk, akkor politikailag közelítsük meg a kérdést, ne a jog szerint, hiszen azok a listák 1A, 1B, 1C teljesen addig léteznek, amíg az illetékes miniszter be nem nyújtja automatikus bejegyzésre az egyházakat, akik ugyanolyan státusszal rendelkeznek, mint akik a bírósági nyilvántartás rendszerében nyerik el az egyházakat, szerepel a törvényben, az egyházak azonos jogokat illetik és azonos kötelezettségek terhelik. Mintha ez a mondat nem szerepelne a törvénybe, mintha ez a lista döntene el bármit, ez a lista addig él, az automatikus bejegyzés joga, ameddig a bejegyzés nem történt meg. Ezért azért fel kell tennem a kérdést, illendőnek és méltányosnak tartanák önök, hogy mondjuk az a római katolikus egyház, amelyik hamarabb létezett, mint a magyar állam, majd regisztráltassa magát, hogy ő 2011-től létezik. Tudnak erre más megoldást, mint amit mi választottunk? Tisztelt Jobbik képviselőcsoport, kíváncsian várom a módosító indítványokat, és megígérem, hogy tüzetesen fogjuk tanulmányozni. Azonban engedtessék meg, hogy nem akartam, mert én felhívtam a figyelmet, hogy ehhez a témához és ehhez a törvényalkotási tárgyhoz bizonyos fajta emelkedettség és bizonyos fajta méltóság szükséges. Ez nem az a műfaj, ahol megengedhetnénk magunkat, hogy itt konkrétan hozzáteszem, hogy polgári jogi értelemben jó hírné védelme mellett jogsértő kijelentéseket tegyünk egyházakra. Akkor sem fogom kimondani ezt az egyház nevét, mert megfogadtam, hogy itt ilyen típusú vita ebben a teremben és ebben a tájban ne legyen. De ha egy egyházi bejegyzett személy, legyen az bármelyik, biztos, hogy egyébként megfelel mindenféle tekintetben, hiszen önök mondták, amelyeket ki szeretnének hagyni, az az egyházi személy, önök jelentették, hogy mindenben megfelel egyébként a bejegyzés követelményeinek. Akkor bocsánatot kérek, hogyha megfelel a bejegyzés körülményeinek, teljesen mindegy, hogy én politikailag valakivel egyetértek, vagy nem értek egyet. Bocsánatot kérek, az meg teljesen természetes, hogy hitbeli vagy vallásbeli kérdésekben nem értek egyet, mert más egyháznak vagyok a tagja, és mindenki, aki más egyháznak van a tagja, ha nem szerepel identitászavarban, nem szerepel, akkor nyilván, hogy nem ért egyet a másik egyháza. Ez nem egyetértés vagy nem egyetértés kérdése. Ez az a kérdés, hogy a méltányos elbánás kérdése, ha azt az utat választottuk, és meggyőződésem helyesen előbb utaltam a római katolikus egyházra, aki hamarabb létezett, mint a magyar állam, akkor meggyőződésem az, hogy helyesen jártunk el, a listák alapján automatikus bejegyzést biztosítjuk, ráadásul 4/1993-as alkotmánybírósági határozat, amit egyébként a törvényszövegben ki is emeltünk, erre számunkra lehetőséget is biztosít. Persze
én elfogadom azt is, a módosító indítványoknál mérlegelni fogjuk, hogy lehetnek olyan egyházak, amelyek mások is ezzel a feltétel rendelkeznek, adjuk meg nekik is a jogot, többi egyház pedig el fogja dönteni, hogy az új törvény rendelkezésé alapján egyházként jegyezteti be magát, és most egy nagyon fontos dolog következik, vagy nem sérül semmit a vallási közösségek joga, ha nem felel meg az egyházi feltételeknek, de vallási közösségként tovább létezik. Ha tényleg ez volt a célja, nem pedig más cél, nem anyagi haszonszerzés cél, nem, akkor azt gondolom, hogy az a fajta közösségi forma is megfelel, nem egy európai országban ezt a megoldást alkalmazzák és jól működő megoldások, de azt ugye egyetértenek, hogy az mégsem egy, hogy 350 egyházunk van, vagy egyházként bejegyzett szervezetünk van. Egy kicsit válasz az iskola fenntartása is, ha nem létezik az, hogy egyház, ha megfelel az egyházi feltételeknek, akkor természetesen be fogja jegyeztetni magát egyházként. Ha nem felel meg az egyházi feltételeknek, mondjuk létszám hiányában, akkor természetesen bejegyezteti magát vallási közösségként, és természetesen az iskola fenntartásnak egy másik formát, vagy más finanszírozási formát lehet keresni, de nem az egyházi törvény tárgya ez. Nem az egyházi törvény kell ezt rendezni. Ezeket a kérdéseket a valóságos, hátrányos helyzetű gyerekeknek a iskola fenntartása, azt gondolom, hogy szükséges, fontos, társadalmilag indokolható, de nem vagyok benne biztos, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem ennek a törvényhozásnak a tárgya kell, hogy legyen. Egyetlen egy dolgot szeretnék még a határon kívüli egyházak ügye fontos, lényeges, nemzetpolitikai kérdés, de megint csak nem lehet a magyar egyházi törvényhozás tárgya, annak személyi hatája, bocsánatot kérek, képviselő, tessék megnyugodni, azt gondolom, hogy tessék annyira bízni azokba az egyházakba, amelyeknek határon kívül testvérei vannak, hogy ez az ő gondjuk és az ő dolguk, ebben a dologban lehet őket segíteni, hogy ez a kapcsolattartás legyen erős. És a törvény személyi hatája az csak magyarországi természetes vagy jogi személyekre szólhat, semmiképpen nem szólhat határon kívüli szervezetekre. Azonban ezt a folyamatot nem csak itt, másokban is, nyilván programokban szükséges, lehetséges és kell támogatni, meggyőződésem rendkívül fontos nemzetmegtartó szerepét, akkor ismerjük ezeket, de az itt lévő egyházak vonatkozásába kell erről rendelkeznünk. Építsük ki azt a kapcsolatrendszert, azok az egyházak, akire tartozik, mert ezzel nem avatkozunk be az egyházaknak a belső autonómiába. Én még egyszer mindenkinek köszönettel tartozom a mai vitában való részvételé, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon komolyan az, ami a szándékkal, az a két alapelvvel, hogy mindenki lelkiismeret és vallásszabadsága biztosított legyen egyéni és közösségi részen, más oldalról pedig gátat szabjunk annak, hogy az egyház, nem csak egyház bizniszről ütes, nagyon sokféle vallási tevékenységtől nagyon távol lévő dologról van szó, hogy ennek gátat szabjunk. Ha ebbe a koncepcióba beilleszthető és jobbá tehető ez a törvény, akkor a módosító javaslatokat is köszönettel fogadtuk. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a vita során indítvány érkezett arra, hogy a képviselők módosító javaslataikat az ülésnap végéig terjeszthessék elő. Ennek érdekében most az általános vitát elnapolom, lezárására az ülésnap végén kerül sor. Addig van tehát a módosító indítványok benyújtására lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot T/3585-ös számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/3585/2-es, 3-as és 4-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak, a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának. 35 perces időkeretben öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, hölgyeim és uraim, tisztelt országgyűlési biztos urak.
Több mint 200 év telt el azóta, hogy a svéd parlament megválasztotta a világ első ombudsmanját. És több mint 20 éve annak, hogy 1990-ben az alkotmány módosításával Magyarországon is megteremtődtek az intézmény létrehozásának alkotmányi feltételei. 1993 az első ombudsmani törvény megalkotása óta 11 elismert elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező személy töltötte be az állampolgári jogok biztosa, az általános helyettes és a külön biztosok tisztségét. E személyek hozzáértésükkel, elkötelezettségükkel sokat tettek azért, hogy az ombudsmani jogintézmény az emberek által ismert, elismert és keresett jogvédelmi intézménnyé váljon. Ezek a tapasztalatok is hozzájárultak, hogy az alkotmányozó hatalom számára az alaptörvény megalkotásakor nem volt kérdéses az ombudsmani intézmény megtartása. Az országgyűlés azonban nem elégedett meg ennyivel, szintén az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jogintézmény megerősítését tűzte ki célul az ombudsmani rendszer egységessé tételén keresztül. Az alaptörvény 30. cikke alapján az országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg az alapvető jogok biztosát. Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárása bárki számára hozzáférhető. Hatásköre az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálására és kivizsgáltatására terjed ki. Tekintettel arra, hogy az alapvető jogok biztosa tevékenységét az országgyűlés szerveként végzi, évente köteles az országgyűlésnek beszámolni. Két terület vonatkozásában a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint a jövő nemzedékek érdekeinek védelme céljából az alaptörvény helyetteseket intézményesít, akiket szintén az országgyűlés választ, jelölésükről azonban az alaptörvény nem rendelkezik. Az alaptörvény még egy intézményi változást hozott az ombudsmani struktúrában, a jövőben a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog érvényesülését nem adatvédelmi biztos, hanem független hatóság ellenőrzi. Tisztelt Ház! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat az alaptörvény rendelkezésein alapulva annak felhatalmazása alapján állapítja meg az ombudsmani tevékenység törvényi kereteit. A törvényjavaslat a hatályos szabályozásból indul ki, és a hatékony és egységes alapjogvédelem érdekében az alapvető jogok biztosa számára garantálja mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel hozzájárulhat az alapjogok érvényesüléséhez. Ugyanakkor a törvényjavaslat a jogalkalmazás tapasztalatai alapján rendezi azokat a kérdéseket is, amelyek nehézségeket jelentettek, jelentenek a mindennapokban az alapjogvédelmet ellátó szerv és a jogkereső személyek számára. A cél tehát az alapjogok védelmének további erősítése, az ombudsmani tevékenység hozzáigazítása az idők során összegyűlt tapasztalatokhoz, elvárásokhoz, új, korszerű és európai szabályozási keretet adva ezzel az alapjogvédelemnek. Tisztelt Országgyűlés! Hadd emeljem ki, és ismertessem most röviden önöknek a javasolt szabályozás egyes elemeit. A törvényjavaslat az alaptörvény alapján egy egységes biztosi rendszer kereteit teremti meg, az alapvető jogok biztosának vizsgálata az alapvető jogok teljes spektrumára terjed ki. Ilyen módon az ombudsman képes olyan helyzetekben is eredményesen fellépni, amikor több alapvető jog sérelme vagy sérelmének veszélye merül fel egyszerre. Nem fordulhat elő a jövőben olyan helyzet, hogy ugyanazt a jogi helyzetet két ombudsman különbözőképpen ítéli meg, mert a hatásköre kizárólag egy alapjog vizsgálatára terjed ki, más alapjogi szempontokat pedig nem vehet figyelembe. Az alapvető jogok biztosa egyetlen hangon szólhat a nyilvánossághoz, e hang azonban határozottabb, erősebb és következetesebb lesz a jövőben. A törvényjavaslat négy területet jelöl meg, amelynek védelmére az alapvető jogok biztosának kiemelt figyelmet kell fordítania, ezek a következők. A gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai. Az alaptörvénnyel összhangban a törvényjavaslat rendelkezik arról, hogy az alapvető jogok biztosának tevékenységét két helyettes segíti. A helyettesek két speciális terület védelmének megvalósítása érdekében az alapvető jogok biztosának munkáját segítő, szakosított munkát végeznek. Az ő feladatuk annak biztosítása, hogy az alapvető jogok biztosának tevékenységében a Magyarországon élő nemzetiségek jogai és a jövő nemzedékek érdekei fokozott hangsúlyt kapjanak.
A törvényjavaslat a függetlenség és szakmaiság elveinek biztosítása érdekében rendelkezik az alapvető jogok biztosa, valamint helyettesei megválasztásához szükséges személyi feltételekről. Az alapvető jogok biztosának vagy helyettesének kiemelkedő tudású elméleti, vagy legalább 10 évi szakmai gyakorlattal rendelkező jogásznak kell lennie, valamint tapasztalatokkal kell rendelkeznie az alapvető jogok védelmének területén. A területek kiemelt fontosságára tekintettel a két helyettesnek az általuk ellátott alapjogvédelem területén is jelentős tapasztalatokkal kell rendelkezniük. Az ombudsman és helyettesei függetlenségének az alapjogvédelem egész rendszerében kiemelkedő jelentősége van, így a törvényjavaslat a jelenlegi szabályok alapulvételével részletes összeférhetetlenségi szabályokat is megállapít számukra. Tisztelt Ház! Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokat elsősorban az állammal, annak szerveivel szemben védi. Ezért vizsgálata főszabály szerint a közhatalmi jellegű tevékenységet végző szervek, valamint a közszolgáltatást nyújtó szervek működésére irányul. Csak néhány állami szerv, például a bíróság, az ügyészség vagy az országgyűlés tevékenységének vizsgálata nem tartozik az ombudsman hatáskörébe. E szervek vizsgálata ugyanis ellentétes lenne a demokratikus berendezkedés alapját képező hatalmi ágak szétválasztásának elvével. A törvényjavaslat legjelentősebb, az ombudsman alapjogvédelmi tevékenységét kiszélesítő újdonsága a vizsgálható szervek körének kiszélesítése. Lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy az alapvető jogok biztosa az úgynevezett kivételes vizsgálat keretében hatóságnak nem minősülő szervezeteknél is vizsgálatot folytasson. Erre akkor kerülhet majd sor, ha a természetes személyek nagyobb csoportjának alapvető jogait súlyosan sértő tevékenységre vagy mulasztásra lehet következtetni. Jellemzően ilyen helyzet állhat fenn, ha az alapvető jogok biztosa valamely szervezet részéről környezetkárosító tevékenységet észleli. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezen eljárás célja elsősorban az, hogy az ombudsman ilyen esetekben a hatáskörrel rendelkező hatósághoz fordulhasson, amelynek ebben az esetben kötelessége haladéktalanul megindítani az eljárást. Ezzel biztosítható, hogy az alapvető jogok biztosa olyan esetekben is érdemben tudjon fellépni a sérelmezett gyakorlattal szemben, amikor nem a szervezet közhatalmi tevékenysége, hanem a sértettek nagy száma és a jogsértés súlya indokolja az intézkedést. A törvényjavaslat nem változtat azon, hogy az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint a hatóság tevékenysége vagy mulasztása az alapvető jogokkal összefüggő visszásságot okozott. A jövőben is széles körben nyitva áll tehát az ombudsmanhoz fordulás mindenki számára, aki a jogorvoslati lehetőségek kimerítése után úgy véli, hogy alapjogai sérültek. Az ombudsman azonban hivatalból is eljárhat abban az esetben, ha nagyobb számú személyt érintő visszásság veszélye áll fenn, azonban az érintett személyek közül senki nem fordult az alapvető jogok biztosához. A kialakult gyakorlatra és az alapjogok fejlődésére ad választ az a szabály, hogy hivatalbóli vizsgálatra egy alapvető jog átfogó vizsgálata céljából is sor kerülhet. A törvényjavaslat a gyakorlati tapasztalatokra és figyelemmel egyértelműen szabályozza az ombudsman vizsgálati eszközeit. Hogy a vizsgálat valóban eredményes legyen, a törvényjavaslat előírja a vizsgált hatóság együttműködési kötelezettségét, valamint azt, hogy a vizsgálattal nem érintett szervezetek is kötelesek közreműködni, az ombudsman munkáját támogatni. Az együttműködés hiánya esetén ezt az ombudsman éves jelentésében külön jelezheti. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat részletesen rendelkezik arról, hogy milyen intézkedési lehetőségei vannak az alapvető jogok biztosának. A biztos a korábbiakkal megegyezően nem hatóság, így bírságolási, szankcionálási lehetősége nincs. Intézkedései elsősorban arra irányulnak, hogy az általa feltárt esetekben a problémát az arra hatáskörrel rendelkező szerv orvosolja. Így amennyiben vizsgálata során megállapítja, hogy jogszabályi rendelkezés okozza a jogsértést, annak megváltoztatására tesz javaslatot. Ha pedig úgy látja, hogy a megfelelő jogszabályi rendelkezések alapján az adott szerv folytat helytelen gyakorlatot, úgy kezdeményezi ennek megszüntetését, vagy ajánlást tesz a felügyeleti szervnek. A vizsgált hatóság köteles az ajánlást érdemben megvizsgálni, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról az ombudsman tájékoztatni. Az ombudsman fő fegyvere azonban természetesen a jövőben is a szűkebb és a tágabb értelemben vett nyilvánosság lesz, az országgyűlés plénumához fordulás és a sajtónyilvánosság. Ennek ad keretet a biztos éves beszámolója,
amelyben rendszeresen tájékoztatja a törvényhozó hatalmat az alapjogvédelem érdekében folytatott tevékenységéről, valamint az általa megtett kezdeményezések eredményeiről. A törvényjavaslat mindezek mellett a biztos hivatali szervezetéről, az alapvető jogok biztosának hivataláról is rendelkezik. Az átmeneti rendelkezések között rendezi a törvényjavaslat a személyi kérdéseket. Ennek megfelelően a hivatalban lévő állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2012. január 1-től az alapvető jogok biztosaként folytatja a munkáját. A hivatalban lévő kisebbségi biztos, valamint a hivatalban lévő jövő nemzedékek országgyűlési biztosa pedig a törvény erejénél fogva a hatályba lépés követően a helyettesi tisztséget tölti majd be. Tisztelt Ház! Végezetül engedjék meg, hogy néhány szót szóljak az egységes ombudsmani rendszerről nemzetközi kontextusban. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága 1993 óta építi a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények globális hálózatát, amelynek eddig nem volt magyar tagja, de 2010-ben az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa kezdeményezte az emberi jogi intézményként való elismerést. Az akkreditációs bizottság véleményében egyértelművé tette, hogy a legmagasabb fokozat az A kategória elérésére akkor van mód, ha az ombudsman vizsgálati hatásköre kiterjed valamennyi alapjogra, illetve a nem állami szférára is. A törvényjavaslat ezekre az elvárásokra is figyelemmel van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat egy következő lépcsőfok az alaptörvény által megkezdett a közjogi rendszerünk megújítására irányuló folyamatban. Olyan sarokkő, amely nem csak megőrzi az alapjogvédelem egyik leglényegesebb intézményét, hanem tovább fejlesztve az alapjogvédelem terén elért eredményeket, megnyitja a lehetőséget a koncentráltabb és hatékonyabb működés előtt. Ehhez kérem az önök szíves támogatását. Köszönöm a figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, jelen van Szabó Máté, Fülöp Sándor és Kálai Ernő biztos úr. Most elsőként megadom a szót Szabó Máté úrnak, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának. 15 perces időkeretben itt a szónoki pulpitusról üdvözöljük a házban önt, és övené a szó, biztos úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, hölgyeim és uraim. Az előterjesztés világos, tehát nagyon alapos és jól kitett a hangsúlyokat az államtitkár úrnak a bevezetője. Én csak aláhúznám azt az összehasonlítás alapján kialakított elképzelésemet, illetve tényt, hogy Európában ma az egységes biztosi rendszer tekinthető dominánsnak és általánosnak. Tehát akkor, amikor a mostani előterjesztésnek a vitájában, illetve annak a megítélésénél megalkotják, kialakítják a véleményüket, akkor ne csupán arra gondoljanak, hogy Magyarországon 20 éve milyen modellt alakítottak ki, milyen más modellek alapján, tehát hogy 4-ből most majd egy vagy más lesz, hanem arra gondoljanak, hogy a körülöttünk lévő országoknak a többségében egységes biztosi rendszer van, tehát nem egy szuper intézményről létre, nem egy túlhatalommal és túlzott hatáskörrel, túl széles hatáskörrel rendelkező intézmény, hanem egy normál, MS méretű fehérnemű vagy ruhadarab, nem egy LXS, nem egy szuper ruhadarab, nem pluszokat jelent ez más országhoz képest, hanem azt a fajta megközelítésmódot, amit nagyon sok helyen hatékonyan és jól alkalmaznak. Engedjék meg, hogy egy mondatot fölolvassak a Répási államtitkár úr által ismert, tehát leírt vagy ismertetett ENSZ-es szakbizottsági véleményből. A szakbizottság javasolja az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának, törekedjen nagyobb és szélesebb feladat és jogkörre, ami magába foglalja, hogy él valamennyi rendelkezésre álló nemzetközi, regionális és hazai eszközzel, lefedi a diszkrimináció minden területét, előmozdítja és felelősséggel szélesíti az emberi jogok védelmét, a nemzetközi mechanizmusok munkájában részvétel iránti elkötelezettségét, és külön feladatként az emberi jogokkal kapcsolatos oktatást és ellenőrzést. Ha ezt a hosszú és lehet, hogy nem is teljesen jól frappánsra folytott mondatnak a gondolatait, illetve a jelenlegi hatáskört összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete egy-egy ilyen intézménynek tulajdonképpen még sokkal több feladatot szán, mint amit most ez a törvénytervezet remélhetőleg megfogadni, ki fog alakítani. A törvénytervezet ugyancsak megemlíti a nemzetközi ellenőrző mechanizmusokban való részvételt. Ebben a vonatkozásban nem csak az ENSZ,
hanem más nemzetközi szervezetek is komoly feladatokat szoktak az ilyen egységes ombudsman intézményekkel kapcsolatosan elvárni, tehát nemzetközi vonatkozásban is ki kell, hogy terjedjen a új egységes intézménynek a feladat és hatásköre, és hát ebben a vonatkozásban a mindenkori kormányzat megfelelő szak igazgatásával partnerként kell együttműködnie. A nemzetközi irány azonban nem felettetheti azt, hogy a jogkereső emberek valahol helyi közösségekben, regionális egységekben helyezkednek el, tehát ennek az intézménynek nem csupán és nem elsősorban a nemzetközi területtel kell foglalkozni, hanem a hazai regionális és lokális közösségek problémáit kell megközelíteni egységes módon. A jelenleg működő szakbiztosok, illetve más emberjogi védőszervek is próbálnak lokális panaszfelvétellel, regionális panaszfelvétellel élni. Azt hiszem, hogyha egységes intézmény jön létre, sokkal egyszerűbben és kisebb költséggel lehet majd megoldani. Tehát mind a nemzetközi, mind pedig a lokális és regionális vonatkozásban is ki kell és ki lehet terjeszteni a intézménynek a működését. A tervezetnek az egyik paragrafusa statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségként említi meg azt, hogy a majd létrejövő ugye új adatvédelmi szervezettel, a független rendőrségi panasztestülettel, az oktatási jogok biztosával, és az alkotmány pedig megemlíti, hogy az alkotmánybírósággal is kapcsolatban lesz az új intézmény. Ez a paragrafus véleményem szerint nem csupán a statisztikai adatszolgáltatás problémáját foglalja magában, hanem azt a gondolatot is, hogy egy egységes hálózata kell, hogy működjön egy országban a különböző emberjogvédő állami vagy félállami szervezeteknek, független intézményeknek, és ezeknek adott esetben Magyarországon is, meg máshogy is, akár az ombudsman intézmény lehet egy centruma, amely mintegy integrálja és koordinálja azt a munkát, és kitekint a civil szervezetekre. Ez egyébként ugyancsak az ENSZ véleménynek egy másik fontos elvárása, a civil szervezetekkel való együttműködés. Tehát igyekezzünk adni egy olyan képet a Magyarország emberjogi helyzetről, amely ma sem a civil szervezeteknek, sem a különböző szakosított vagy részhatáskörökkel rendelkező jogvédő intézményeknek az egyes jelentéséből nem alakul ki. Jelenleg egy összetört tükörrel találkozunk, hogyha a különböző intézményeknek az éves vagy több éves jelentéseit, trendjeit nézzük meg. Nem kapunk egy viszonylag egységes és megbízható képet a magyar emberjogi helyzetről, például arról sem, hogy hány panasszal, kik és miért fordulnak a különböző intézményekhez. Ennek fontos, nem csupán tudományos vagy szemléleti jelentősége van, hogy ezt lássuk, hanem úgy gondolom, hogy az állampolgári véleményeknek és az állampolgári panaszoknak, problémáknak a visszacsatolása a politika számára, a közigazgatás számára úgy lehetne teljesebb, hogy képet alkossunk arra, hogy kik miért és hogyan keresik meg ezeket az intézményeket évente. Ehelyett találkozunk a különböző részjelentésekkel, részfelfogásokkal, részkísérletekkel. Az a véleményem, hogy integrációra van szükség, és ez nem csak az én véleményem, hanem a nemzetközi szervezetek egy része is. Természetesen lehet más irányba is menni, hogyha minden alapjogra és alapjog részletre országgyűlési biztos vagy ombudsmant hoznánk létre, akkor egy ilyen Walt Disney 101 kiskutyáért 101 kis biztos országa lehetnénk. Én azt gondolom, hogy jobb egy integrált intézmény, amelyben mindenféle állampolgári panasz és probléma megtalálhatja maga helyét, hiszen az emberi jogokat együtt és egymásra tekintettel kell érvényesíteni. Ez sokszor konfliktusoknak a felvállalását is jelenti. Gondoljuk például a fogyatékkal élőknek arra a problémájára, hogy a látássérültek számára probléma a rámpának a kikerülése, az, ami pedig hát a mozgáskorlátozottnak nagyon fontos. És ez csak egy kis részkérdés, tehát nagyon sok ilyet említhetnénk meg az emberi jogok széles területéről, amelyen egy egységes intézmény, egységes szemlélettel tovább segíthet, véleményem szerint. Egy érdekes új funkció lesz az alkotmányos panasz jelenleg direkt intézménye helyett, ugye az alapvető jogok biztosának az a lehetősége, hogy ezeket az alkotmánybírósághoz juttassa el. Nyilván ennek a szabályozása majd az alkotmánybírósági törvényben, illetve hát a két szervezet együttműködésében fog megjelenni. Sokan emlékezhetnek, vagy emlékezhetünk Sólyom Lászlónak arra, azt hiszem itt az országgyűlés egyik konferenciáján elhangzott gondolatára, mely szerint az országgyűlési biztosok, mint egy az alkotmánybíróság esetjogaként működő, az alkotmánybírósággal összefüggő kapcsolódó intézményes elemét jelentik a jogállamnak. Azt hiszem, hogy ez az út, ez a lehetőség ezzel az intézményes megoldással adott, vagy megnyílik, és
lehetőség nyílik rá. Sok érdekes kihívással fogunk találkozni a munkánk során. Az eddigi rutinok, az eddigi tapasztalatok, az eddigi szervezeti modellek az összes biztos vonatkozásában tulajdonképpen érvényüket kell, hogy veszítsék. Egy új szervezeti eljárási rendszert kell kialakítani. Ez mindenki számára megerőltető és